ezt vigy magaddal, hát a szelencét hoz neked. És nehogy, ne szétszétek, de nem ad neked borravalót. Az amulettől beszélsz? Igen, az amulettől, egy kamulett. Kamulett, hihetetlen. Inkább kamulett tévét fennék, amióta mindenképpen kamulizok mennek. Pedig ez tökre kamu. Csak mennyi, oké? És én már itt sem voltam. Jó van, viág. Vesszük neki. Le, ta, ta, ra, ta, 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 ta. Oké, ember. Figyelj csak, hogy mit tudok. Ez azt nem egyik, hogy Ringo Spear. Na hát, ezt a csúszót nem ismerem. Csak figyelj és tanulj. Látod? Innen visszajön. Én etem a vászát. Au! Mi a... Hé, te dobáltál ennyi a makkal? Ő kezdte. Átlagélsz itát. Mi szóltak szából jobban is vele téged ahelyett, hogyha nem velem tajoznál? Ez kedves gesztus volt. Engem... Volkának hívnak, na és téged Odinnak. De szólíthatsz úgy, Odi. Na jól figyelj. Itt óra kell nekem valami szállászai. Tudtok esetleg anni? Ez szóra. Nem szívesen mondok neved, de biztos, hogy befogadjuk? Hát ellenkezőleg. Ő maga az egyetlen ősünk. De nem tudom, mit fog elszólni Molly. Remek hírt hallottam róla, de nem tudom, hogy egyáltalán befogadjuk-e. Addig, ameddig véletlenül meg nem szokja ezt a hét. Talán egy fene. Végre hallottad ezt, Polka? Végre meg lesz a házad? Remek fiszkó vagy. Más ide hívom az anyukámat is. Az anyukádat? De az anyukádra nem volt szó. Pszt. Az anyukádat is felhívjuk, remek. Ha ezt kaszok, igazán jó fejek vagytok, na majd jövök. Van egy jobb ötletem, inkább maradj itt éjszakára esetleg. Meglátsz, minden a legnagyobb rendben lesz. Azt szeretném tudni. Igen, mondod? Ó, te jó ég. Nem értem, hol lehet. Polkának itt kellett volna lennie? Hihetetlen. Ide ezt felhív a fábia övetet, vagy... valaki elragolta. Már nem. Lehet, hogy ide kell hívni a Fábiánt. Majd holnap. Holnap is ráér. Tetszik, kiválasztottam neked egy jó kis helyet. Elégedett vagy. Zodálkozva válnom azt a nagy fatalmat. De el kell képzeljétek, ami történt. Na hát halljam, mi volt le a jó? Éppen szége feleségű veszem valakit. Ki az a munki? Aki pont úgy hívják, hogy véletlenül... Miss Bundaja, hogy tetszik? Miss Bundaja, na jó, nem vágom. Az anyám azt szólja, hogy elég igazivá teszi az életünket, az lát. Ne javítsd ki úgy, hogy anyika, oké? Ha kijavítnátok, akkor elég igaz helyzet van. Mi házunk? Az nem a te házad, hogy el tudhatnád. Közben én is feltettem, hogy egyébként a tanulságot zsasztottam, mert én a kajadékban. A szertében bejártam. Hogy el tudom, hogy tudok. Válj, kis asszony, én... Így kezdett leütni. Úgyhogy valami... Kérdés? Azt hiszem, azt mondjuk. Hát akkor tudjatok, álmodjatok szépeket, és holnap majd megbeszéljük. Hát viszont ugye jó. Jó, itt lágyatok.
hangyas már, tud valójában mennyi érzékeny. Jöveket a hallgatnának, hogy beszéljeit, betöltsé az arrét, hogy mindent megtenni, aztán betöltsé fel, egy jobb ötletet támadtam. Amit is mondasz, leted meg? Nyugi! Én pedig a betörőt fogok alkalmazni. Én játszom el a betörőt. Amíg a drága bolka alszik, én eljátszogatom a rendkívüli betörőst itt. Kész őrület vagy, hogy őrültség? Gyere, még rengeteg a dolgunk. Lefogadnám, hogy egy börtönbe szorult. Legjobb lesz, hogyha felhívom a mutáromat. Nincs vétel. De ezzel kell potyagolnom a fizetési engedélyt. Na, én alszok inkább. Jó itt. Minek jöttünk ilyen korán? Úgy határoztuk mi Roxival, hogy megtanítunk téged valamilyen jó kis cükkre. A szervép azt jelzik, hogy arra van az út. Mennek személyétele járjak, mi folyik itt? Hát de mit? Éppen széggel olyan játékot játszunk, ami a játék neve Szembeköd-özti. Beköd-özti? Nem. Szembeköd-özti. Jó, szembeköd-özti, értem. Ah, nem tudom, hogy kell. Először is. Véletlenül beszukod a szemed, és végül arra képzeld azt, hogy mit látsz te. Mondjuk így. Jaj, ne, nem látok, megvakultam. Jaj, segítség, elkap engemet a monstrum. Jaj. Neki a szemed, nem kapott te senki. Majdnem toltam egy tojást, mint ahogy mindig. Helyette csinálhatná a fejedből rántottát. Roxy, hagyd a szegény vendéget. Inkább tanítsuk meg valamit. Tehát készen az? Igen, készen. Akkor kezdhetjük. Szóval, azonosítsa a nevét. A neve Bolka. Bolkának hívják. Igen, Bolka, és a kedvence a Nyuszi Boy. Igen, hogy is mondják, jöjjön, a Mészka család a kedvence. Vendi, te megjegyezted? Nem tudom, pedig annyira látom valamit a fák közül. A munkálája koncentráljon. Ja, igen. Pipipipo. A bajnád, bocsi, csak gondoltam így a... Így adtam ki a jelszót. Hihetetlen. Csináljanak már valamit, legalább a lányok kedvéért. Épp ezért nem tudom, hol lehet el, remélhetőleg úgy jelent el, mint a föld. Ne aggódjon, kicsasszom, mert ebben vagyunk a nagy szakemberek. A nagy szakemberek mi vagyunk. Bizony, mi puszipajtászok vagyunk. Hát, rögtön tudtam. Mi csak kerség. Én meg addig főzök valamilyen rántott húsit. De minél megtalálják, különben maguk felrepülnek. Még ilyet. Azt hiszem, megehetjük a gulyást. Még nem. Meg kell találnunk azt a telepszemlét. Igazán. Na és hol kezdjük? Persze, nem gondolsz a mi helyén. Igen. Úgy lesz, hogy tudok, hol lesz a szépont. Hű, ettől már is meghatottam. Jó, valaked. Ne, ez vissza az. Oké, ne még egyszer. Egek. Hé, ez csalás. Figyulsz, csak koncentrál kérek. Hogy koncentráljak, amikor nekem nem megy? Inkább feladhatom az álmaimat. Bárcsak nem kellett volna elköltöznöm. Pedig igenis, el kellett volna tenned. Úgyhogy szépen fogd már szállat, és utána meg a mit tudom jól nézni. Oké, rendben. Tehát a nehogy szégyent.
Csak rázd meg a fát, így gondolod? Jaj, de ide! Jaj, ez nekem nem tetszik. Mi több? Ma? Megint csak ezt az abakantan adhat. Odi, mit csináltál? Csak gondoltam, ez jobban teszi. Hát nem érted, nézd már meg oda. Tökre olyan, mintha épp eszélye meg lenne fájva. Jobban vagy én, ezt kifogalom. Biztos van benne, hogy össze-vissza veszél. Már menjük majd a dolgom. Nyugi. Meggyógyítjuk valahogy. Csak tudok egy sokkal jobb orvosságot neked. Odin, ezzel kéne halasztani. Biztos, hogy itt lesz valahogy. Polka, hol a túlóban vagy? Bak, hagyj nyisszem ki a szemet. Ne aggódj Polka miatt, majd én gondoskodok. mi történt? Hé, mit művelsz? Csak mivel, hogy Borkai peszége engem szeret, majd én gondoskodok róla. De ne aggódj, majd csetelgetünk, csá-csá. Szegég, ezek megkötöztek. Ó, ha egyszer elkapnálak, úgy megtapaszlak, mint egy hangyát. Nem is, inkább egy nagy méges raját. Hát, nézze meg az ember. Ja, amúgy meg kell. Segítség! Megkötözött az a palbár! Figyelj csak ide! Valahát is kimondom neked, azt szokatom adni, hogy kell, hogy nem kérek. Mit mennék hozzá? Valami beszélni, nagyon kell valami beszélni a világét. Hajhó! Jó, te tanultál valami tippeszéken, játszottuk valami szemelköltöstét. Azt sem, és most kell ezen játszani. Úgy, ha beszukod a szemed. Látod? Nem látsz semmit. Bűhetően volt. Eléggé szivatás. Hagyd őket, tudhatod, hogy ők csak fiatalok. De ha te megbocsátasz, mi most szerintén vagyunk, majd jövünk. Nos, Polka. Jön az utolsó próba, ahol mindenképpen ki akarta próbálni. A köd megér. Bámodba ejtő, hajhó! Vagy hogy ilyenkor készítem, de úgy látom, hogy történt valami szegény unokahúgommal. Mi történt? Remélhetőleg, hogy ez valami csapda akar lenni. Ja nem, ez nem akármilyen csapda, ez valami tökéletes csapda. Épp eszégen láttam valamit ott, és amikor lepottyantam, véletlenül láttam azt, hogy véletlenül az unokahúgom bosszút akart állni. Magasságos egek, tényleg valami bűnöző jár itt. Bűnöző, tehát én nem vagyok kész. Kész állnod még mielőtt, ha éppen szenvedni próbálok. Ez az egyetlen kötelességet. Na de, jó rendben, megpróbálhatom. Na, itt nézzél elő. Ho-ho! Na, remek, te szólattál? Biztos, hogy nem te voltál. Ho-ho! Ez valaki biztos, hogy szólt a kiáltás. De hiába, teljesen elvetette a szújkomat. Helyedre mi? Na hát, hát hogy kerülsz ide? Hosszú történet, vagy később elmeszélem. Tehát hogy került ide? Pont az a baj, engem megkötöztek, éppen úgy, mint egy kötözött sonkát, amivel mindenképpen utálok. Azt hiszem ismertem, éppen találkoztunk vele. Tesszék! Akkor Borka nagy veszélyben van. Megyek, Borka! Ez könnyen ment, igaz, te rókám? Hát szerintem viszont. Na, csak hogy végre ide jöttem. Megnézem, hogy tudok bemenni. Hello. Te ki vagy? Nézést kérek, de itthon van a lányom?
vagy te betegő. Na most aztán nem lesz itt a kenyér. Hívom a rendőröket. Milyen elveszte lesz képet. Ne, várj, nem érted meg a dolgot. Te nem érted meg, te tudok. Elviszlek oda, ahonnan jöttél. Ne, várj. Nagyon érted meg a dolgot? Mit nem értek ez alatt? Majd elmagyarázom. Menjünk mi, miért be vagyok rezelve. Na jó, rendben. Mi volt ez a nagy hajszívő? És mi az a rakedrózivaj? A szegény vakarcot. Aki pontot hivatott ide titeket, az a betörő volt, én mondom. Valami tévedés lesz. Betörő? Jó ég! Mit ennek a lányommal? Tönk! Majd később elmagyarázom. Jöjjön itt is. Kopogni nem szoktatok? Semmi kopogás? Mondd meg, mit művelte a hugommal? A hugoddal? Bizony! Tudhatnád, hogy épp beszélje, én vagyok az igazi Linda, és nem te! Akkor mióta van neked szafasz hajad? Nem tudod, ha épp ezért egy gyakorolgatnék hozzá. Amióta olyan nem lenni ennyi a faképő, miközben szíved, akkor dömzenés azzal ezzel a macska zenével. Minus triósziza lennék, ha itt nem tudhatnám, hogy mi folyik itt. Jó, le kell vallanom valamit. Csak azt szerettem volna feltételni, hogy... ott egy még ez alá... viszont nem eltársz. Meglógott a gazember, utána. Na, végre megúsztam. Végkizálhat. Aj, az hazudozol. Tudtam, hogy nem idevalósi vagy. Oszi, honnan tudta az, hogy ő volt a tolvaj? Úgy, hogy el akart rabolni, mert éppen szége felhívta a Fábián elvesztelt. Mozgasz ki az ember! Gondolhatta volna, bezársz engem! Azonnal engedsz ki, megfúrodok! Nyugodj be, mert tudok egy sokkal jobb helyet ahhoz, hogy te megtanult, hogy senki nem bálhat így, borkával. Azt merész feltételezni, hogy a hűtő. Nem tarthattok itt fogva egy hűtőszekrényben? Mondom neked, Hoki. Hogy a kországokkal te egy közegödőben vagy. Na viszlát! Nem elészed! Néhány napig nyugtom ezt tőle. Te jó ég, mi folyik itt, és mi ez az egész? Sajnálom, Bolka. Annyira szigorú voltam hozzád, mert éppen azt hittem, hogy te elhagysz engem. Remélhetőleg annyira bunkó voltam hozzád, hogy végül nem jutok szóhoz. Most miért is beszélsz? Valaki fordítaná esetleg magyarul? Úgy értette valójában, nagyon aggódik, de ne aggódj, a betörőt ilyen látunk be. Várjuk, ha mégis miféle betörőről beszélgettek ti? Aki bezártak ide, és remélhetőleg nem térhettél vissza. De most készülj, mert holnap hazaviszünk téged a békés otthonodban. Bolka, töltsük itt az éjszakát, aztán meg holnap visszamenjünk a saját lakosztályunkra. Ezt már szeretem. Hogy ott állj után, köszönjük hálával. Ezen miért köszönhetek? Bármikor átjöttek, hogyha akarjátok. Akár karácsonyokról is átjöttek. Nagyon megköszönnénk. De ha megbocsátátok, meg szemben nem kell bátorimmal. Nos, ha megbocsátátok, az mit anyja? Viszlát! Ez könnyen megint. Na hát, nem gondoltam, hogy a karácsony ennyien gazdivált teszik. Vagyis, hogy nem szíves a mondod, de nagyon rühelnem a Mikulát, amikor csevegget az a zettelget valami szalmasszal. Elég érzik tűzni. Na, milyen voltam? Hát, mint a drámai belépő ott a kazánban. Nagyon büszke vagyunk rád, Odin, hogy végül vállaltad a következményedet.
nekem közönyed, hanem Mandynek. Ő maga volt a legnagyobb főszem. Igen, persze. De nélkül nem sikerültett volna. De ha meg úgy hátráltak, azt mennem kell. Változkebbben vagyok. Na, szevasztok! Ez meg hallódott. Nem is tudom. Te a Hufnagel személyhez. Épp ezért bosszított az ember, hogy Hufnagel személyre mindig is akadt valami jó ötlete, az, hogy véletlenül nem kellett volna hajkuláznia. Nem mondok neved, de tisztára süsülnek rád szól. Heh, életetlen. Valójában ennyire kagyarátett. Légy átkozott, Mikulás! Habis Mikulás! Hát, még az a szerencse volt. Megyek Fábiánhoz, hogy végül bejelentem. Hó, 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 ez mi volt? Tamikulás, hó, 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 állatai videj énekelni. Jaj, ne, bármit csak Mikulás, ne. Minden eldobom az agyam. Hát, legyen átkozott a Mikulás.